A nagy héten egyre hangsúlyosabbá válnak az ünnepi szokások, elkezdődik a készülődés, amelyben nagy szerepet kapnak a hagyományok, ezek mellett azonban a lelki felkészülés is elkerülhetetlen. A húsvit ugyanis a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Az ünnepkörnek már egészen korai jelei is vannak a történelemben. A régészek több hetedik századi avarkori sírban is találtak már festett tojásokat, mesélte a múzeológus. Az anyukák, keresztanyukák már gyűjtötték a tojásokat, és nagypéntek napján már készítették, írták őket. Maga a tojás pedig mitológiai elem is, az élet szimbóluma, ami azóta is a húsvét egyik jelképe. Ebben van egy kis kontraszt, hogy nagypénteken, Krisztus halála napján már előre utalunk a feltámadás ünnepére, és ilyenkor készítik az élet szimbólumát, a hímes tojást is. Nagyon nevezetes megyénkben az írott tojásoknak a különlegessége, nagyon színes és változatos motivumokat használnak. A Szatmár és a Beregi vidék az, illetve még talán a nyíri mezőséget említeném, ahol szép hímes tojásokat készítenek. A Beregi aranyporos hímes tojást talán mindenki ismeri. A húsvéti tojásokat számtalan módon lehet díszíteni, akár olyan realisztikus motívumok is megjelenhetnek, mint a feltámadás története. Ezeknek mind különös jelentése van, például a geometrikus és virágmotívumoknak is. A virágok és a búzakalász egyaránt az életet szimbolizálják. A húsvéti ünnepkör másik fontos eleme az étel. A 40 napos bőt a húsvét kezdetével ér véget. Innenkor azért az ételekről is szót kell ejteni, hiszen még a lucsókodás megelőzően húsvét vasárnapján a katolikusok, a római és a görög katolikusok elkészítették a szenteléshez a húsvéték kosarat. Ez a veszőből font kosár méretétől is függött, ez a, az embereknek a vagyoni helyzetét is reprezentálta, hogy milyen nagy volt, illetve hogy mi mindent tettek bele. Egy-egy ilyen kosárnak a tartalma legfontosabb eleme az maga a pászka volt, amit sokszor kevernek a, a zsidóknak a pászkájával, bele a pészak szóba ered a pászka szó, mi azonban itt a megyénkben a kalácsot értjük ez alatt. Krisztus testét szimbolizálja illetve a díszes görögkatolikus pászkáknál minden egyes díszes elemnek, rózsáknak, essalakú kis vonalaknak jelentősége van, amely Krisztus halálától feltámadásaink mutatja be a szimbólumok által a szenvedés történetet. Kevesen tudják, és talán Szabolcs megyében sem elterjedt hagyomány, hogy húsvét úgynevezett harmadnapján a lányok mentek locsolkódni. Az ünnepkör a fehér vasárnappal, a húsvét utáni első vasárnappal fejeződik be. A hagyomány szerint ilyenkor komatállal várták egymást a közeli barátok, a megvendégelésnél a komatál nagysága is fontos volt, minél bőségesebb ellátással készültek a vendégek fogadására, annál szorosabb volt a barátság.